belőbe hatott, hogy én a világképébe így belemásztam, és akkor elég sok üzenet jött ezzel kapcsolatban, többek között egy bossi is írt, hogy de tök jó fej volt, mert írt, hogy ő egy bossi, ő valóban praktizáló bossi, de tudott nevetni a videómon, és hogy tetszett neki, és mit szólnék hozzá, meg leírt egy ilyen hosszú üzenetet, hogy kvantumelmélet, meg energiák, meg nem tudom, és szerinte így, és hogy beszélgethetnénk erről akár élőben is majd valamikor. Vagy okay, meg egyébként bossi. Három rontást. Okay, és bossi, meg egyébként három rontást rakott rád a videó miatt, de egyébként... Lehet. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt, az Influencer Podcast új adásában. Ezúttal is itt van velem Farkas Dániel. Sziasztok! És Sátori Karolina. Sziasztok! Én pedig Sápi Márton vagyok. És a mai adásban egy nagyon izgalmas vendégünk lesz, mindig ezt mondjuk, de most azért vagyunk extrán izgatottak, mert hogy nem csak egy nagyon népszerű youtuber fogadta el a meghívásunkat, hanem egy volt kollégánk, aki 5 éven keresztül itt rontotta a levegőt a Star Network irodában, és hát az ő kellemetlen poénjaitól volt hangos az iroda, mert hogy ugye mindig ő nevetett a leghangosabban a saját viccein, így igazából igen. Erre emlékszem. Spirit animalom, Dóciat is nagyon várjuk már, hogy beszélgethessünk vele. Abszolút. De mielőtt megtörténik ez, egy kis kedv csinálónak hoztam ma is híreket nektek, és bele is vágok egyből a közepébe. Az első hír, ami nagyon izgalmas volt, az kifejezetten a tartalomgyártó kiégésével kapcsolatos, és csináltak egy kutatást, hogy mi okozza számukra azt, hogy úgy érzik, hogy kiégtek a szakmában, és kettőt találhattok, hogy mi az. Van egy van. Like számok. Nem a like számok. Egyet kell tippelni? Egyet. Elolvastam a kutatást, tippelek egyet. Egyébként amire én tippeltem, mielőtt elolvastam volna, nekem az volt, hogy a folyamatos tartalomgyártás, tehát ez a megállás nélküli szüntelen tartalomgyártás, amit ugye egy idő után már elvárnak a követők, sőt követelnek. Egyik ötök sem jár túl messze, meg... Tippelek még egyet, és akkor lebuktam, hogy nem olvastam el, vagy esetleg az, hogy mindig jó kedvűnek kell mutatkozni? Tehát, hogy ez a folyamatos minden király, minden frankó, nem? Nem, nem. A legfontosabb ismérve, ami őket kiégeti, a válaszadók 68%-a szerint az algoritmus változása, amitől nagyon kivannak. Te lájkokat mondtad, ez azért erősen korrelál ehhez, de azért mégis maga az algoritmusnak a változása az, ami a legjobban zavarja. Tehát, hogy a rendszer változásai, hogy mondjuk mi alapján sorolja előre az ő tartalmait, mi alapján kerül az ajánló rendszerbe, igen. Ugye ilyeneket kell ez alatt érteni. Igen, és leginkább azért érzik ezt, mert erre nincs ráhatásuk. Tehát, hogy hiába ez egy bizonytalansági fok a rendszerben, abszolút, egy bizonytalansági tényező. Igen, és emiatt ugye azt érzik, hogy hiába dolgoznak ugyanolyan jól, vagy még akár jobban, nem fognak olyan eredményeket, vagy nem tudnak olyan eredményeket elérni, ami borzasztóan frusztráló. És ehhez nagyon szorosan kapcsolódik, ott volt negyedik helyen a követőszám változásai. Nyilván ebből fakadóan. Ez ugye nagyon szorosan kapcsolódik hozzá, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok, talán egy napon belül 3-4 tartalomgyártó is felhívott telefonon, hogy úristen, teljes pánikban, hogy úristen, ennyi és ennyi követőt veszítettem, mi történhetett? Teljes pánikban voltak. És nem nagy számokról beszélünk, pár száz. Hát az Indonéziából vásárolt lájkok, így egyszer csak eltűntek a rendszerből, sajnáljuk. Igen, de hogy ez egy mekkora frusztráció. Igen, ez az, mindig előjön. Az, hogy követők veszítése, elveszítése. A Google is szokott törölni évente, akár több alkalommal is inaktív fiókokat, vagy olyan fiókokat, amik mondjuk ilyen duplikációk voltak, és azért ezek mindenkinek a feliratkozó számában jelentkeznek, és van, amikor ki is küldenek erről külön e-mailt, hogy készüljenek fel rá a tartalomgyártók, hogy nem ők hibáztak, nem az van, hogy nem szeretik őket, vagy rossz tartalmat töltöttek fel. Egyébként ehhez kapcsolódik egy picit, idehozom, hogy az is szintén egy aktualitás, hogy a YouTube-on a dislike ugye megszűnik, és itt arra hivatkozik a platform, hogy a tartalomgyártókat igyekszik ezzel védeni, hogy ne kapjanak ilyen támadásokat, hogy mondjuk rossz indulatból diszlájkolják a videóikat. Én ugye ezért gondoltam így a lájkokra, vagy a diszlájkoknak az arányára. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok, hogy szerintetek ez valide, vagy ez inkább magát a platformot védi, vagy esetleg a márkákat, vagy a nagyobb tartalomgyártókat.
Nincs sok értelme szerintem. Tehát kommentben ugyanúgy ki lehet fejteni a véleményt, illetve az első komment a dislike. Így van. Tehát, hogy megoldottuk igazából, átugrottuk ezt ez szép kanyarra. Igazán bevallalós tartalomgyártók saját maguknak írják ki ezt a kommentet, hogy dislike gomb, tessék, itt lehet lájkolni a dislike-ot. Lájkolom a dislike-od. Aha, értem, értem. Az én tippemről mit gondoltok? A mókus kerékké válik, ugye ez volt a harmadik legmagasabban értékelt probléma, vagyis hát ok, ami miatt ugye kiégnek a tartalomgyártók. Ti hogyan látjátok ezt így a magyar influencerek körében, akár akikkel együtt dolgozunk? Szerintem nagyon, nagyon jelen van, mert éveken keresztül napról napra, hétről hétre tartalmat kell gyártani, minőségi tartalmat, nincs szabadság. Ha te nyaralni mész, ha pihenni mész, akkor előre kell dolgoznod ahhoz, hogy legyen tartalom, hogy akkor valójában ne azzal kelljen foglalkoznod, hogy dolgozol azon, hogy a saját platformodon legyen elérés, meg kvázi az emberek ne felejtsenek el. Vagy hogy akár a nyaralásod közben is gyártsál tartalmakat, és bármi van, mindig gyártsál tartalmakat, tehát nagyon-nagyon kicsi szelete marad meg az életednek abból, ami privát, és azt gondolom, hogy azért ez egy gyors kiégéshez simán vezethet. Abszolút. Illetve ebbe a kutatásba is benne volt, ebbe az anyagba is, hogy mennyi tartalmat javasolnak platformonként. Tehát, hogy szerintem ez a nagyon nehéz, hogy ugye van egy elvárás alapból, amit mindenki pushol ugye a tartalomgyártók fölé, hogy ennyit is ennyit kell kitegyél. Ennek meg kell jelenni a napi szinten sztorizzál, nem is egyet, TikTokra, meg aztán tényleg naponta négy videót töltsed fel. Igen. Tehát, hogy ezek a számok ott vannak, le vannak írva, elvárják. És ugye a másik meg az, hogyha egyszer felállítasz egy mennyiséget, akkor azt ugye a követőit folyamatosan követelni fogják. Kvázi. Így van, lesz rajta egy nyomás. És nem lehetsz ugye rosszul, nem lehetnek fizikai problémáid, nem lehet lelki problémád. És én egyébként valamilyen szinten üdítő az, hogy egyre több olyan hazai tartalomgyártót is látok, influencert, aki ezt kifejezetten megmutatja, ezt közvetíti, hogy figyeljetek gyerekek, rossz napon van. Tehát, hogy például Palkovics Zóránál láttam meg az Adri's Kitchen Adrinál, hogy kifejezetten beszéltek erről, hogy most nekem ilyen jellegű problémáim vannak, most én elutazom azért, és nem fogok tartalmat gyártani, és most szeretnék egy kicsit pihenni, és a mentális egészségemmel foglalkozni, hogy szerintem ez egy abszolút követendő példa. Igen, és ez a folyamat elindult, és az a jó, mert ez olyan, mint a szponzorációk validálása, hogyha egyre többen vállalják azt be, és beszélnek erről a problémáról, hogy beszéljenek, akkor a követőket is edukálják, és ez is elfogadottá vál, hogy elmehetsz egy hét szabadságra, elenged a közösség egy hét szabadságra. Ez borzasztóan érdekes, ez is az új területnek a sajátossága, hogy ezek most alakulnak ki a fékek és ellensúlyok rendszere. Ami nagyon bántó szerintem, amikor bocsánatot kérnek, hogy jaj, ne haragudjatok, hogy eltűntem, és megnézem, és 20 órája volt az előző tartalom. Tehát, hogy eltűntem, tehát, hogy nem hiszem el, hogy ekkora igény lenne valóban. Tehát, ne, nincs bírás a követőkkel. Tényleg ez borzasztó. És voltak itt egyébként megbüntettek, azért ezt látni kell, tehát hogy persze nyilván ez a túlgondolása a saját fontosságodnak, de azért láttunk olyan hazai YouTube tartalomgyártókat is, akik ugye sokat szorra ígérték meg, hogy na most aztán tényleg visszatérnek, és tényleg folyamatosan fognak tartalmat gyártani, ezt nem tudták következetesen betartani. Csak azt, hogy mindig csináltak egy videót. Csak róla. Mindig csináltak egy videót, hogy na most innentől kezdve ez lesz, az lesz, amaz lesz, és bünteti őket a közönség, mert ők viszont erre be vannak rendezkedve, hogy minden kedden érkezik az új videó. De ha nincs, akkor úgy érzik, hogy cserben vannak hagyva. Szóval azért ez egy nagyon érdekes ilyen kölcsönhatással tartalomgyártó és a követő között. Abszolút, és ezt érdemes is lesz hónapokra, évekre vonatkoztatólag ismét majd vizsgálni. Akit egyébként érdekel maga a kutatás, az megtalálja a leírásban ennek linkjét, és elég részletesen tud ebben a témában olvasgatni. Át is kanyarodok a második hírünkre, ez pedig nem más, mint az, hogy a Lush, ugye amikor készítjük ezt a podcastet, akkor friss hír ez, hogy a Lush kivonul a social media platformokról, vagy hát nem mindegyikről, november végével. Ott hagyja a TikTokot, a Facebookot, a Snapchatet, Instát. És az Instát. Kiégett a Lush szerintem ezekbe a tartalomgyártásokban, mint az influencer. Vajon neki melyik volt? Igen. És csak a YouTube-on, a Twitteren fognak maradni, ahogy én olvastam a híreket, és ez egy mennyire erős lépés részükről, és hogy ugye ezt azzal indokolják, hogy nincsenek jó hatással a felhasználókra
ezek a social media platformok, és emiatt ennek ők nem szeretnének ennek a ekoszisztémának. Csak nem találtak jó socialist, nem? Hogy így keresték, ám mindegyiket hagyjuk a francba. Igen, túl drága tartalomgyártás. Nekem egy kérdésem van hozzátok. Melyik jobb? Kivonulni, felvenni a szemellenzőt, azt mondani, hogy nem veszek részt ebben, vagy jelen lenni és edukálni? Jelen lenni és edukálni. Jelen lenni és edukálni. Hát akkor azt hiszem, hogy azért megválaszoltuk ezt a kérdést olyan szempontból, hogy igen, ha valami nem tetszik, akkor próbálj meg rajta változtatni. Tehát, hogy ott kell lenni, és jó példát kell mutatni. Tehát, persze. Hogy ez nem gondolom, hogy megfelelő megoldás. Nyilván van üzenetértéke, meg PR-ban is természetesen jól hangzik, de akkor csinálják máshogy. Legyen más, mert példát tudnak ők is ugyanúgy statiálni. A termékeikkel is végsősen azt gondolom, hogy jó példával járnak elő, hiszen ugye, de ez csak ugatom ezt a témát, szóval nyugodtan javíts ki, hogyha rosszul mondom, tehát hogy ezek organikus termékek, ugye, tehát mindenféle állatkísérlettől mentesek, igen, abszolút. Miért ne lehetne az online jelenlétükkel is így élen járni és minőséget képviselni? Abszolút. A másik, meg ugye azt írták ki az oldalukra, hogy be somewhere else. Tehát, hogy ne legyél ott, bárhol legyél, csinálj más, csak ne legyél ott. Szerintem pedig pont az lenne a fontos, hogy tanulni, ismerkedni és szelektíven fogyasztani a tartalmakat. Hogy ezt a hármast, amit mindig én is ugatok, hogy ezt tanítani meg a fiataloknak, meg a felnőtteknek is egyébként, hogy ismerkedjünk, szelektáljunk, vegyük ki belőle, ami a jó része. Tehát ez lenne szerintem a fontos, és nem az, hogy teljesen elfordulok, mert ez a jövő is olyan szempontból, hogy ezt nem fogjuk tudni kikerülni, nem tudjuk kikerülni. Emellett nyilván nagyon fontos a mentális egészségnek, hogy offline programokat és offline dolgokat is csináljunk, és legyünk tényleg a barátainkkal, és ne csak cseteljünk velük, de hogy ugyanúgy meg kell tanulni ezeket az oldalakat okosan használni. Én teljesen egyetértek egyébként veled ebben a témában, és kedves nézők és hallgatók, arra buzdítalak benneteket, hogy fejtsétek ki ti is a véleményeteket a komment szekciókban, akár a YouTube-on, vagy egyéb más platformon, ahol látjátok, halljátok ezt a podcastet, és erre lehetőséget ad a platform. Mondjátok el, hogy ti mit gondoltok erről, és szintén ennek a linkjét, ennek a cikknek a linkjét is megtaláljátok a leírásban. És hát, hogyha edukációról volt szó, és igényes tartalomgyártásról, akkor azt hiszem, hogy ennek maximálisan megfelel a következő vendégünk, aki már is érkezik a stúdióba. És már itt is van velünk a mai podcast adás vendége, Dóczi Attila. Köszönöm szépen, sziasztok! Taps. Hát nem mindenkinek jár a taps. Ó, köszönöm szépen. Ez nem igaz, mindenkit megtapsoltunk eddig. Nem. Tényleg nem? Tényleg nem. Ó. Voltak itt kifütyültünk, megdobáltunk. Hát akkor köszönöm. Szeretném, hogyha meghallgatnád eddigi életed bűnlajstromát, amit Dani fog előadni azon tévénéző gyerekek kedvére, akik esetleg nem ismerik a munkásságodat, ha egyébként egyáltalán létezik ilyen. Köszönöm. Igen. Szóval Dóczi Attila 1991-ben született Cegléden, a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg 2013-ban alapdiplomáját, majd 2015-ben mesterdiplomát szerzett kommunikációs média szakértőként, az ország egyik legnépszerűbb infotainment tartalomgyártója, két YouTube csatornával rendelkezik, a Tanulom Magam pszichológiai, önismereti, önfejlesztő és tudományos témákat dolgoz fel. Az Anime Egyetem pedig Atis kedvenc japán animációs sorozatait és filmjeit mutatja be. 5 éven keresztül dolgozott a Star Network influencer ügynökségnél, igazi reneszánsz emberként többféle pozícióban is kipróbálhatta magát, YouTube csatornák technikai beállításaiért, fiatal tartalomgyártók mentoraként, projektmenedzserként és kreatív producerként is dolgozott. Műsorvezetőként is ismert, a Játsszuk le YouTube csatorna arcaként, de a második videós gála házigazdájaként is sokan megismerhették. 2020-ban indította el nagy sikerű online videós önfejlesztő tanfolyamait. Helyes volt-e, amit elmondtam rólad? Teljesen korrekt, minden stimmelt. A reneszánsz különösen tetszett, nem gyakran használják rá a reneszánszot, de jól hangzik. Enchanté. Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és hogy újra láthatunk. Ugye 5 évig dolgoztunk együtt, és akkoriban ugye a nagyon érdekes szóviceidről és különlegesen hangos nevetésedről voltál ismert az irodában. Mesélj, mi újság? Most is szeretsz még mindig a középpontban lenni a társaságokban? Hát én nem úgy fogalmaznék feltétlenül, hogy középpontba szeretek lenni, hanem úgy, hogy igazából szeretem megnevettetni az embereket. Tehát ez mindig is jellemző volt rám már egészen fiatal koromban, hogy löktem ezeket a
Hát fiatal koromban még megkérdőjelezhető minőségű szóvicceket, manapság inkább már prémium kategóriásnak mondanának. Csiszolódott a stílusom. Van erre bármilyen reprezentatív felmérés egyébként? Vagy valamiféle bizonyíték? Számos kutatás, brit tudósok kutatták a témát, igen, és az alátámasztja, igen. Úgyhogy mindig is nagyon szerettem megnevettetni az embereket, illetve hát mindig is nagyon szerettem a tudásomat átadni az embereknek, és hát már fiatal koromban szerettem azt, hogy olvastam mindenféle tudományos könyveket, és akkor azt így mesélgettem az osztálytársaimnak, hogy úristen, ehhez megad, mert akkor még nem volt internet, hogy el lehetett volna olvasni, és akkor nagyon élveztem, hogy tudok újat mondani. Tehát inkább lehetett azt mondani, csajozni? Csajozni is lehetett valamennyire, igen, hogy a vulkanikus kőzetek hogyan emelkednek. Ja, Úristen! Én már mindjárt ledobom komolyan a felsőmet. Ne haragudj. Szóval inkább hatást szeretek kiváltani az emberekre, mondjuk úgy. De ami a hatáskeltést illeti, mit gondolsz, van valós eredménye annak, hogyha például te felhívod a iskolai bántalmazás veszélyére, vagy ezzel kapcsolatos ennek elkerülésére való, nem tudom, különböző tanácsokat adva, van ennek olyan eredmény, amit te kapsz vissza a nézőktől? Mert azért te neked elég erős közösséged van, és ebből fakadólag elég valószínű, hogy kapsz valamilyen visszajelzést, de nagyon kíváncsi, hogy ez mennyiségileg, meg összetételeiben milyenek. Hát, hogy a valós hatása mekkora lehet, azt nagyon nehéz megmondani, de valóban kapok rengeteg üzenetet, amiből én azt tapasztalom, hogy ezek eljutnak emberekhez. Tehát akármilyen témáról van szó, akár szexuális felvilágosítás, akár mondjuk a bullying témája kapcsán, akár más témák, mindig jönnek üzenetek, amikben azt írják, hogy ez nagyon sokat segített nekik, ami felnyitotta a szemüket, ami által ők realizáltak valamit a saját életükben, hogy akár ezt nem is gondolták, hogy ez egy probléma, vagy hogy erre lenne megoldás, és hogy most elindultak egy olyan úton, hogy ezt a problémát elkezdjék megoldani az életükben, és rengeteg ilyen üzenetet kapok, ami erről szól, hogy tudott segíteni a videóm, mert egy úton elindította őket, és ez borzasztó jó érzés, mert így tényleg azt érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok, mert nem csak az van, hogy megnézik emberek, és aztán nem történik semmi, hanem ezek a videók képesek valódi hatást kiváltani embereknél. Nagyon szívmelengetőek ezek az üzenetek, amikor mondják, hogy mondjuk a barátja nem tudott beszélni az érzéseiről, egy párkapcsolatban lévő lány írta, egyszerűen zárkózott volt, és nem tudott beszélni az érzéseiről, és a videóim kapcsán elkezdtek egyre többet beszélgetni azokról a témákról, és fokozatosan elkezdett megnyílni, és képessé vált arra, hogy egyre mélyebben nyilatkozzon önmagáról. De olyan lány is írt nekem, aki azt írta, hogy a videóm kapcsán jött rá, hogy ő depressziós, és hogy ő már sok éve depressziós, és úgy érezte, hogy ebből nincs kiút, és már az öngyilkosságot tervezgette, és hogy rájött arra, hogy de ebből van kiút, mert lehet segítséget kérni. Tehát van megoldás erre a helyzetre, és hogy elindult, és elkezd segítséget kérni, és kilábalni, és hogy most úgy érzi, hogy ezt írta, nem túlzásként, hanem hogy visszaadtam az életét, vagy hogy megmentettem az életét. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon brutálisan erőteljes hatások is, aminek borzasztóan örülök, hogy ez tényleg eljut az emberekhez. Nem rémít ez meg? Hogy ennyire durva hatás van? Nagy a felelősség. Hát igen, azért. A felelősség megre vonatkozó meg. Hát azért nem rémít meg, mert nem adok soha olyan üzenetet, ami esetleg negatív lenne. Tehát, hogy én érzem ezt a felelősséget magamon, és nem adok át olyan üzeneteket, ami esetleg negatív irányban vinni el az embereket, hanem mindig olyan tartalmakat próbálok adni, aminek úgymond csak pozitív hatása lehet, bár nyilván ez nagyon nehéz kiküszöbölni, hogy hogyan lehet ilyet csinálni, de erre törekszem, úgyhogy picit azért, igen, azért van egy ilyen rémisztő része, hogy fú, itt tényleg emberi életek, meg emberi sorsok forognak kockán, és a sok fiatal nagyon-nagyon komolyan veszi ezeket a tartalmakat, amiket mi csinálunk, úgyhogy, de erről már rengetegszer beszéltem, egy külön videót is csináltam a youtuberek felelősségéről, úgyhogy nekem ez egy nagyon központi téma. Mennyi? Hát is nem az a hős, akit megérdemlünk, hanem az, akire szükségünk. Köszönöm. Mennyi időt töltesz a kommentek olvasgatásaival, illetve amiket most elmeséltél, gondolom ezek már inkább e-mailes üzenetek, tehát hogy kell ezt elképzelni nálad egy nap, vagy akár egy héten? Hát igazából az a baj, hogy nagyon el szoktam ezekkel maradni, ezt őszintén bevallom, tehát mind az e-mailekkel, mint Facebookon jönnek üzenetek, Instagramon jönnek üzenetek, tehát gyakorlatilag minden platformon, ami kommunikációs platformot jönnek üzenetek, és eléggé el szoktam ezekkel maradni, de mindig
próbálok egy ilyen ütemtervet beiktatni, hogy jó, akkor most egy fél, háromnegyed órát csak azzal foglalkozok, hogy elolvasom az üzeneteket, és megpróbálok válaszolni arra, ami mondjuk válaszra érdemes, és nem csak egy gratuláció, nagyon szeretem a videóidat, imádom, és nagyon sok sikert kívánok. Tehát aki mondjuk így gratulál, annak nem feltétlenül, de mondjuk egy segítségkérdés, vagy egy kérdés, akkor arra igyekszem válaszolni. De nagyon nehéz, mert nagyon sok jön, és ezzel általában el szoktam maradni. De próbálok egy ilyen tudatosságot beépíteni az életembe, hogy tudatosan foglalkozzak ezekkel az üzenetekkel, mert fontosak, csak hát sok idő. Sok idő. Gondolom, azért inkább a komolyabb hangvételű videók esetében jön több üzenet, én ezt így képzelem el, vagy ez hogyan néz ki? Abszolút, bár inkább arról van szó szerintem, hogy mennyire mozgatja meg az embereket, mint hogy feltétlenül komoly-e, mert például most csináltam egy videót, hogy reagáltam egy cikkre, amiben azt taglalták, hogy 10 jel, hogy boszorkány vagy. És akkor ezt... Hát azért kicsit kifiguráztam ezt a témát, és ugye volt egy komoly része is, de azért eléggé kifiguráztam a cikknek a tartalmát, és hogy nem feltétlenül volt annyira komoly a téma. Mégis ugye sok embernél ez azért velőbe hatott, hogy én a világképébe így belemásztam, és akkor elég sok üzenet jött ezzel kapcsolatban, többek között egy bossi is írt, hogy de tök jó fej volt, mert írt, hogy ő egy bossi, ő valóban praktizáló bossi, de tudott nevetni a videómon, és hogy tetszett neki, és mit szólnék hozzá, meg leírt egy ilyen hosszú üzenetet, hogy kvantumelmélet, meg energiák, meg nem tudom, és szerinte így, és hogy beszélgethetnénk erről akár élőben is majd valamikor. Vagy okay, meg egyébként három rontást. Okay, és most meg egyébként három rontást rakott rád a videó miatt, de egyébként. Lehet egyébként. De egy solid donation-nél egyébként törli van rajtad, hogy ez összegyűl mindjárt a díszlet. Hát egy picit féltem egyébként, igen, mi van, hogyha tényleg működik az átok is ilyen. Tehát ha egy ember elátkoz, annak is komoly hatása lehet az a boszorkányok szerint, de most ha megnézi több száz varázsló videómat, és több száz varázsló megsértődik, és több száz átkot szórnak rám egyszerre, akkor gyakorlatilag így felrobbanok, és a darabjaimat kell majd összeszedni valahonnan. Amúgy tényleg ilyen vágópista vagy, mert ilyen szkeptikus tartalmaid voltak már, például volt ugye a szellemekkel kapcsolatosan, meg a horoszkóppal kapcsolatosan így is. Így van. És akkor ilyenkor ez jellemző, hogy megtalálnak tömegével a mondjuk a horoszkópban hívők, vagy akik szellemidézéseket tartanak, és akkor próbálnak meggyőzni az ő álláspontjukról? Abszolút, van az a kategória, aki nem csak annyira háborodik fel, úgymond, hogy kommentet hagy, hanem akkor külön e-mailt ír, meg külön üzenetet, hogy elmondja nekem, hogy hát ez nem így van, meg amúgy van. Viszont annyiban kijavítanálak, hogy nem vagyok annyira szkeptikus, mint mondjuk a vágópista, tehát hogy azt mondja, a szkeptikus társaságnak is a tagja, és nagyon szkeptikus. Én ezt mindig elmondom, hogy bennem van egyfajta nyitottsága az ezotérikus természet feletti oldal iránt, és én ezt nem vetem el. Tehát nem mondom azt, attól függetlenül, hogy tudományembere vagyok, hogy nem létezhet valahol valamilyen formában valamilyen természetfeletti dolog. Tehát, hogy tényleg lehet, hogy Magyarországon van mondjuk 5 olyan ember, aki tényleg képes mondjuk kommunikálni a halottakkal. És volt egy nagyon érdekes beszélgetés is egyébként a Balázséknál, ahol egy ilyen nővel beszéltek, aki egy nyomozást segített azzal, hogy megjelent neki egy fiúnak a szelleme, és elmondta, hogy hol van a holtteste. És nem találták a nyomozók ezt a fiút, és a holttestét nem találták, mert a folyóba esett bele, és elmondta a nőnek, és rávezette a nyomozókat, és azon a helyen megtalálták tényleg a holttestét a fiúnak, úgy, hogy soha nem találkozott ezzel a sráccal. Tehát, hogy ezek azért nagyon megragadnak ezek a dolgok, ezek a természet. És nem ő volt. Tessék? És nem ő volt egy gyilkos. Nem ő volt. Tehát, hogy ezt a viszont... tudománnyal egyébként összeegyeztethetőnek tartod, illetve hogy mennyire vallás kérdése? Hát nehezen. Van az ezotériának és a tudománynak egy határvonala, egy határterülete, mondjuk egy szürke zónája, ahol ezek picit tudnak találkozni. És az egyik picit a másikat meg tudja magyarázni, és hogy lehet sok olyan jelenség, amit mondjuk a tudomány értékel így, az ezotéria meg így, de valójában ugyanarról beszélnek, csak mind a ketten meg tudják valamilyen formában magyarázni. Van egy határterülete a kettőnek, valamennyire összeegyeztethető, meg vannak olyan témák, mint mondjuk ott van az agykontroll. Nem tudom, arról hallottatok el, hogy az elménk erejével vagyunk képesek egyrészt gyógyítani magunkat, másrészt különféle célokat elérni. Na az már picit olyan, hogy félig tudomány, mert az elménket használjuk erre, félig meg már természetfelettibe hajlik át, hiszen akár elvileg a rákot meg lehet gyógyítani, vagy testrészeket növeszteni picivel nagyobbra, vagy nagyon durva dolgokat meg lehet... Nem arra gondolok! Te próbálkoztál, nem arra gondolok! Szerintem egy ilyen tanfolyamat kellene csinálnod. Tehát testrész nagyobbított, agykontrollal. Egyébként én első között lennék az előfizetője. Vallásos ember vagy?
Nem vagyok vallásos ember, nem hiszek egy konkrét vallásban, viszont nem is vagyok ateista. Tehát, hogy van Atisista bennem... Atisista vagy. Itt várok négy másodperc, hogy kimondjam, de... Mikor tudja bedobni? Ez muszáj volt. És Lina lecsapta. Bocsánat. És lecsapta. Igen, alapítatnék egy jó kis ateista szektát, és akkor jönnének hozzá. Hát egy jó 200 ezer forintos, 3/4 órás díjért szerintem bárki kérhetne majd tőle tanácsot. Ja. Látunk erre példát. Ez most is csinálja azt. És kézrátétele tudnék gyógyítani fiatal lányokat mindenféle ma. Testrészt nagyobbítani. Szóval, tehát, hogy igen. Nem vagyok vallásos, viszont azt sem mondom, hogy nem létezik valamilyen nagyobb erő itt az univerzumunkban, vagy a világunkban. Én azt mondanám, hogy én kutatok még. Tehát én nem akarok olyan egyértelmű kijelentéseket tenni, hogy van vagy nincs, mert ehhez még egy ilyen spirituális szempontból gyereknek érzem magam, aki még nem sokat látott a világból, az ő a spirituális világból, és még nagyon sokat kell tanulnia. Tehát én szeretnék nyitni sokfajta irányban, szeretnék majd foglalkozni keleti vallásokkal, buddhizmusba picit belemászni, mert a nyugati az nyilván a nevetetésemmel, az iskolázottságomban kapcsolatban nyugati az van. Keletivel foglalkozni, picit belemászni az ötérje irányába, hogy tanuljak, lássak, és mikor már láttam sokkal több mindent, akkor esetleg tudok egy véleményt alkotni, hogy van-e vagy nincs, meg többet tapasztaltam az életből, és szóval még nem döntöttem el ezt a kérdést. Hát meg azt se felejtsük el, hogy maga a tudomány fejlődik, tehát mondjuk egy 100 évvel ezelőtt még egy csomó olyan kérdésre, inkább úgy azt mondom, hogy az ezotéria és a tudomány ilyen határmezsdjé, az mondjuk sokkal inkább még nem itt volt, ahol most van, mert egyre több mindent meg tudunk magyarázni tudományosan, mert a szuper elmék ezeket rájönnek ezekre az összefüggésekre, de hogy mi lesz mondjuk 50 év múlva, ezt nem tudhatjuk, hogy hova jutunk el tényleg az emberiség fejlődése révén, hogy mondjuk meg tudunk-e olyan dolgokat is magyarázni, mint mondjuk, hogy mi van az élet után, stb. Említetted a tapasztalást, a tapasztalatot. Ugye 2020-ban elindítottad a nagy sikerű online videós tanfolyamodat, uh-huh. És aztán ugye most nem régiben kijött a második része is ennek. Hogy hogyan látod összeegyezthetetődnek azt, hogy van egy bizonyos mértékű tapasztalatod az életben, és mégis egy olyan átfogó oktatási anyagot adsz ki a kezedből, amire azt mondod, hogy ugye segít az életben, életnek uh-huh. nagyon sok területén az embernek fejlődni, jobbá válni, akár a munkában, akár a magánéletben. Ez abszolút összeegyeztethető szerintem, mert a tanfolyam az nem a saját tapasztalataimra épül. Tehát a tanfolyam az olyan okos emberek okos tudásából származik, akik nálam sokkal többet tudnak. Tehát olyan szakemberek, akik 20-30-40 éve mondjuk terápiával foglalkoznak, és több ezer embernek az esetét találkoztak már, és valamennyit segítettek, valamennyit nem. És ők írják le, vagy akik 20-30 éve kutatják az érzelmeknek a világát óriási mintákkal, modern technológiával, interjúkkal, és akiknek ilyen óriási tudása és tapasztalata van. Én az ő tudásukat szedem össze gyakorlatilag, és ezt öntöm egy olyan fogyasztható és használható formába, amit az emberek meg tudnak nézni, és ezáltal tényleg képesek tanulni. Illetve olyan tudományterületeknek a gyakorlatait teszem ebben, amik kipróbáltak, amik validáltak, amik teszteltek, és amik tudományosan alátámasztottak, illetve esetlegesen használják ténylegesen kutatók, vagy orvosok, vagy terapeuták ezeket a technikákat. Úgyhogy ezért összeegyeztethető, mert egyáltalán nem arról van szó, hogy én, mint Atis, én elmondom, hogy szerintem hogyan kellene az érzelmi intelligenciát kezelni, vagy fejleszteni, amit én tapasztaltam az életben, hanem én nagyon okos emberek, nagyon okos gondolatait szedem össze egybe gyakorlatilag. Tehát kvázi a témában a kötelezők röviden és fogyasztható formában, plusz gyakorlati tanácsokkal. Így tudjuk elképzelni. Igen. Tehát, hogy minden olyan tudást összeszedsz, és akkor azt tulajdonképpen egy helyre összegyűjtve, egy olyan könnyű, fogyasztható formában, ami akár a fiatalabb korosztálynak is érdekes lehet, és izgalmas lehet. Gyakorlatilag igen, azokat igyekeztem kiválogatni, azokat a tudásokat, amik tényleg hasznosak, amik tényleg működhetnek, és amiket tényleg, tehát a legjavát próbáltam kivenni, mert nyilván ezeknek a témáknak is van olyan része, ami esetleg nem mindenkinek releváns, vagy nem mindenkinek hasznos, vagy picit már ilyen leveses része, és én a legjavát szedtem ki ennek a történetnek, és azt tettem, csomagoltam be egy formába, abszolút. Én egy nagyon picit visszaugranék még a tanfolyam előtti
időkre, mert a mi életünkben, akik most ennél az asztalnál ülünk, ezt így végigéltük, és főleg nekem, mint korábbi vezetődnek így, ez egy abszolút izgalmas dolog volt maga a fejlődési út, ahogy te eljutottál mondjuk évekig munka mellett dolgozva a YouTube csatornáiddal, oda, hogy azt tud mondani, hogy na, Dani, eljött az idő, saját lábra állok, és ez fantasztikus volt így átélni, de hogy erről az egész... Amikor végre felmondtál. Ja, végre. Úgy megkönnyebb, kiléptem az ajtót, és a pesgők így durrantak, nem. És akkor a bulit csaptatok. De egyébként ez egy saját szakmai sikereimnek az egyik legnagyobbika, például az Atissal való közös munka, hogy ő ide ennyire jól el tudott jutni. A padawanod, kirepült. Tényleg. És túlnőtt rajtad. A vállalkozás, vagy az én arszpoétikámat nézzük, hogy nekem mi a fontos, nekem elsősorban nyilván egy profitorientált vállalkozásnál a sikeresség az nyilván egy előkelő helyen áll, de nekem mindig az emberek a legfontosabbak, és például egy ilyen emberi siker, hogy valaki mondjuk az álmát meg tudja valósítani, az százszor fontosabb elsősorban, mint az, hogy mondjuk pénzügyileg hogyan sikerül egy adott év. Csak hogy így kontextusba helyezem, és miért fontos volt nekem ez a... Ezért mondjuk én az értékesítés. Igen. Mi a véleményed a pénzügyi évről? Persze, kenyér legyen az asztalon, lényeg, én azt mindenki mondom. Mindenki boldog legyen, nem? Szóval visszakanyarodva, hogy hogyan élted meg ezt az utat, és egyébként ezt követően nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy maga, mint Dóczi Attila vállalkozó egyébként most így hol tartasz? Uh-huh. Milyen volt a pénzügyi éved? Nagyon jó állást. És mennyi pénz van most nálad? hol kezdjem? Tehát akkor először meséljek az évekről, az együtt töltött évekről? Hát igazából a csatornád oldaláról, maga a tartalomgyártásod oldaláról volna szerintem érdekes így végignézni, mert nagyon sok ember, aki mondjuk különböző munkahelyeken dolgozik, vannak álmai, vagy céljai tartalomgyártóként, vagy ő is valamit szeretne megvalósítani, és szerintem ilyen szempontból egy tök jó példa az, hogy mondjuk munka mellett hogyan tudtad felépíteni ezt az egész ökoszisztémát, amiben dolgozom. Hát munkaidőben, nem? Néha. Mikor Dani nem figyelt. Nem, hát azok legendások voltak, szerintem emlékeztek még rá, amikor ebédszünetekben csináltam az indexképeket a videókhoz, mert hogy egyszerűen annyira előző este rendereltek, éjszaka rendereltek ki a videót, és hoztam be, és akkor ebédszünetben gyorsan raktam össze, hogy ennyire durván kellett csinálni. Hát ott az első évek azok borzasztó nehezek voltak, tehát ugye tényleg munka mellett csináltam, és ott gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy heti 7 napot 12 órát dolgoztam, mert hazaértem a munkából ilyen este 7 felé, és akkor én este 11-ig, éjfélig, akkor én toltam a videók kidolgozását, aztán forgatását, aztán meg vágását, tehát ugye ez egy ilyen iszonyatos küldetéstudat kellett, hogy ezt így végig tudjam csinálni, meg hát picit más területen azért rányomta a bélyegét az életemre, tehát az egészségemmel nem foglalkoztam annyit, emberi kapcsolatokkal sem foglalkoztam annyit, mint kellett volna, tehát hogy azért itt, hogy mondjam, minden ilyen dolognak megvannak a következmény, az áldozatai, igen. Így van. Nagyon úgyhogy, erősen, igen. Úgyhogy, de hát valamiért, viszont bennem volt ez a küldetés, vagy hogy szeretnék valamit megvalósítani, mert hát én még az egyetemi évek alatt született meg bennem azt, hogy én szeretnék kommunikációs tréner lenni, hogy ez alakult ki, mint egy álom, mint számomra az ideális tanítási forma. És már akkor ugye kitaláltam azt, hogy gondolkodtam azon, hogy oké, de honnan fognak ismerni az emberek, miért akarnának eljönni hozzám, honnan tudják, hogy nekem egy valid tudásom van. És akkor gondoltam, hogy a kellemeset a hasznossal, amúgy is szeretném a tudásomat átadni az embereknek, akkor csinálok egy YouTube csatornát, és ott egyrészt hétről hétre gyakorolok, hétről hétre okosodok, adok az embereknek tudást, ugyanakkor a hosszú évek alatt felépítetek egy olyan felületet, ami által pedig majd később nekem potenciális úgymond vásárlóim lesznek. Tehát, hogy ez egy félig egyfajta egy tudatos marketing stratégia is volt a jövőre nézve, félig pedig egy szeretet és egy tudás átadási vágy, ami nélkül nem működött volna egyébként, mert ha csak egy marketing ötlet lett volna, akkor nem csináltam volna ilyen elvetemülten. Meg főleg nem úgy, hogy az első 2-3 évben semmi pénzt nem termelt, sőt vitt tőlem, mert rengeteg idő volt, meg felszerelést venni kellett, meg mindent, tehát hogy az első pár évben dettó deficites volt az egész. Tehát, hogy de csináltam, mert élveztem a tudásnak az átadását. Úgyhogy ez egy nehéz és hosszú út volt, de mostanra sikerült ezt az álmot megvalósítani. Félig meddig, mert ugye aztán 2020 márciusában, amikor felmondtam itt a cégnél,
akkor ugye én egy 2-3 hét múlva terveztem, hogy indítom ugye a saját tréningemet érzelmi intelligencia témában. És jött a Covid. És akkor még dír. Bezártak mindent, így dír, és egy ilyen pofont így lecsavart az élet nekem, hogy Atikám, azért maradjál, pihenjél már egy kicsit. Nem így megy, lehet, hogy jókor vállalkozunk, jött. Vállalkozunk. Egyébként lehet, hogy jókor jött, nem? Azért, ahogy így ezt elmesélted, ez elképesztő fizikai és mentális terhelés. Igen, bár akkor meg ugye azt csináltam, hogy nem estem, hát 2-3 napig kétségbe estem azért, hogy mi lesz, mert pénzem már nem tudtam pénzt keresni itt, mert felmondtam, onnan se volt, na most mi lesz velem, és akkor vajaskenyér meg a híd alá megyek. Marcikám, nincs valami szponzoráció esetleg, elvállalnám mégis ezt a cukros üdítőt. Most rugalmasabb lennék. Igen. Na Marci azt mondta, hogy nincs, mert Covid van most. Úgyhogy, de akkor kitaláltam, hogy akkor ráteszem az egészet online-ra. És akkor a következő 4-5 hónapom arról szólt, hogy az egészet hogyan konvertáljam át egy online videó tanfolyamá, aztán pedig, hogy leforgassak 50 videót, megvágjak 50 videót, feltöltsek 50 videót, beállítsak 50 videót, még feladatokat dolgozzak ki hozzá, meg hasonlók, tehát hogy nem pihentem utána se, de hál' Istennek sikeresen át tudtam konvertálni egy olyan működő formátummal, ami Covid alatt is működik. Akkor voltunk pont nálatok vendégségben, szerintem mielőtt elindult volna a tanfolyam. Talán már leforgattad ezt a horrorisztikus mennyiségű tartalmat hozzá, de hogy még ezt nem lehetett tudni, hogy mi lesz ennek a fogadtatása, ha jól emlékszem. És beszélgettünk arról, hogy ez számodra ugye ez egy újszerű modell, hogy te valamilyen olyan tartalmat állítasz elő, amiért pénzt kérsz a közönségtől. És úgy emlékszem, hogy te tartottál ettől, hiszen ugye te is egy ilyen old school youtuber arc vagy, tehát régóta csinálod, és ez ugye a régi iskolás youtubereknek ez egyáltalán nem volt bevett, az, ami most már egyébként elfogadott, és ez szerintem főleg az új tartalomgyártók hozták be. A gamereknél közösségi finanszírozás, ez persze megvolt, de az, hogy a reklám bevételek, illetve a szponzorációk mellett a közönség is finanszírozhat egy tartalmat, azt láttam rajtad, hogy vannak kétségeid ezzel kapcsolatosan. Jól emlékszem erre? Abszolút igen, mert hogy hát ugye éveken keresztül, de akkor már ugye 5 éve ment a csatorna, ugye ahhoz szoktak a nézők, hogy ingyen kapják meg ezeket a tudásokat. És ami egy elkényeztetés egyébként olyan szempontból, hogy én hát egy 20-25-30 órát per videóba beletettem, hogy az elkészüljön, és ezt ingyen is bérmentve bárki megkapta és megnézhette, és hát nyilvánvalóan az a nehézebb, hogy amihez hozzászokik az ember, utána nehezen áll át egy másik fajta gondolkodásmód. És picit tartottam ettől, hogy az a közönség, aki hozzászokott ahhoz, hogy minden ingyen van, az majd hogyan fogadja azt, hogy itt fizetni kell ezért a dologért. Hát a csatornádon megmaradtak a videók. Tehát ugyanúgy gyártasz videókat, persze, van egy olyan lehetőség, hogy igen. Egy bizonyos témában ugye előfizethetsz egy tanfolyamra. Igen, de hála Istennek jól fogadták, mert volt egy-két hang, aki azt mondta, hogy jaj, hát miért ne lehetne az egész tanfolyamot ingyenessé tenni, mert te segíteni akarsz az embereknek, de hát írtam nekik, hogy figyelj, már tesó, de azért enni valamiből nekem non-profit is kell. Non-profit szervezetként működsz tovább. Meg egyébként másfél évet beletettem ebbe a tanfolyamba, tehát hogy szerintem még tripla áron is adhatnám ezt a tanfolyamot, annyi munka, meg annyi tudás van benne összeszedve, de szerintem egy méltányos áron adom. Szóval volt pár ilyen hang, de nem sok egyébként. Ahol állandó jelleggel van ilyen hang, az a közösségi támogatás érdekes módon, hogy a csatornára most már lassan 10 hónapja töltök fel minden hónapban egy-egy olyan videót, amit csak a támogatók tudnak elérni. És mindig kiszoktam posztolni, hogy na, új támogatói videó, szeretnéd megnézni, akkor fizess elő. És minden egyes posztnál jönnek kötekedő emberek, hogy képzelem én ezt, hogy fizetni egy tartalomért, hogy ez milyen dolog, és hogy ez felháborító. Okcsá. Bezzeg a berkiszülésért, az mindenki. De hála Istennek, mindig vannak ott értelmes emberek, akik meg helyettem is megvédenek, hogy figyelj, haver, ez egy extra tartalom, aki szeretne extrán engem támogatni, azért kap extra tartalmat, amit megnézhet, de ettől neked nem lesz kevesebb barátom. Tehát én azt hittem, hogy már eljutottunk idáig ennyi év után, hogy megértik az emberek, hogy ahhoz, hogy téged lássanak ott a platformon, ahhoz neked enned kell, élned kell, és hogy nyilván azért érdemes támogatni egy tartalomgyártót, hogy továbbra is élvezhessük a jelenlétét. Ne lássuk ezt ennyire bórusan, szerintem egy tök nagy fejlődés volt az elmúlt években, csak nyilván még nem járunk ott, ahol mondjuk a nyugati országokban ez már teljesen evidenciának veszik a felhasználók, hogy... Hát de érted, tényleg a Netflixet meg mindent előfizetsz, tehát hogy a zenét akarsz hallgatni, a filmet akarsz nézni. Tehát... Spotify meg hogy berágott a kifli tolvajokra. A kifli tolvajokra.
Igen, de ez egy ilyen tanulási folyamat. Most már fizetsz a Spotify-ért, fizetsz az Apple, vagy a YouTube Premium-ért. Minden, persze. És hát ezeket azért szépen így összerakod, és akkor végén szegény televíziós szolgáltatóknak lemondod az a tévét, mert rájössz, hogy annyit fizetsz már a többire, hogy hát akkor igazából ezek fontosabbak, és a keretet az erre kimerítettem. Ez egyébként, most nem akarok ilyen borúsképet felfesteni, de azért ez biztos, hogy egy tendencia. Igen, talán azért nehezebb ez, mert Netflixet nem tudsz úgy tudom anélkül használni, hogy ne fizetnél elő. Tehát nincs olyan, hogy ingyenesen használod, és akkor nézel egy kicsit, aztán meg nem. Tehát ott egyszerűen, ha nézni félig akarod, megnézed a filmet. Nem, de hát nyilván alternatívák vannak, nem tudom mik, hogy ismerősök, szomszédok, mások ilyen torrent oldalakon. Felmásoltak neked CD-re a filmet? Töltenek le dolgokat, értetetlen. Kamerám. És itt, hogy itt tényleg az van, hogy már hozzászoktak ahhoz, hogy itt minden ingyen van, és úgy már nehezebb átállni, hogy már évek óta nézed ingyen, és akkor van fizetős része, mintha már eleve ez volt. Tehát itt tényleg Magyarország még ki kell alakulni ennek a kultúrájának. Tehát tényleg ezt mondani kell embereknek, itthon még a közösségi finanszírozású projektek is, amik nem is YouTube-hoz köthetőek, hanem csak úgy társas játékok, meg közösségi kampányok, azok sem annyira népszerűek. Egyszerűen ki kell alakulni a kultúrájának, és ez még évek igazából, amíg elfogadják ezt az emberek, de hogy mondjam, a szponzorációkhoz is hozzászoktak szép lassan, abból is mekkora felháborodás volt, ez pontosan mi tudjuk a legjobban, hiszen itt a cég egy éllovasok volt a szponzorációknak Magyarországon, és szépen lassan megszokták és megértették az emberek, mert sokan sokszor elmondták, hogy figyelj, ez azért kell, hogy működhessen a csatorna, és ez nem egy rossz dolog, ha nyilván, ha igényesen és jól van megcsinálva és hitelesen, hanem ez egy mindenki számára nyerő kölcsönös együttműködés, és ezt megértették az emberek, és hát ezt is meg kell érteniük, sokszor sokat el kell mondani. Tényleg, amúgy te voltál gyakorlatilag Magyarországon, a hazai marketing szakmában első között, aki ilyen szponzorációs együttműködéseket bonyolítottál le, mint projektmenedzser. Ez ilyen 2017. 5? Nem, 17, 16, 17. 6, 7. Aha. Neked mi volt az első szponzoráció? Emlékszel a csatornádon? A csatornám az első szponzoráció? Mm-hmm. Fú, ez nagyon jó kérdés. Ha tudom, akkor készülök rá, vagy visszanézem, de vagy amire egy az első közt emlékszel. Fogalmam sincs, az még valahol így 18 környékén volt szerintem. Mm-hmm. Pár évvel azután, hogy elindult a csatornám, emlékszem, és ez ilyen legendás volt, mert mondta Marcéknak, hogy mindenkinek hoztak szponzorációt, csak nekem nem. Aki itt dolgozik a tényleg, mondom, végre nekem is jut a mézes bödömből egy kicsit. De nem tudom, ez kövezetek meg, de nem tudom, mi volt az első szponzoráció. Volt olyan, amit megbántál egyébként utólag, hogy elvállaltad? Mm. Azok után, hogy ugye napokig, meg hetekig gondolkodsz rajta. Azok után nem nagyon van mit megbánni, mert hála Istennek, akkor az elején lefektetjük, hogy mik az elvárások, és hogy mi az, ami nekem fontos, hogy meglegyen, és mi az, ami ne legyen. És aztán már, ha azok egyszer megvannak, akkor Marci ezt szerződésbe kőkeményen beleüti, belevési, belegravírozza egy kőtáblába, és postán elküldi nekik. Tehát azon nem nagyon lehet már változtatni. Nyilván ilyen kis finom hangolások vannak, hogy még egy kicsi ilyen, még egy kicsi olyan. Ott esetleg lehet egy ilyen kis szájhúzás, de hogy az alap az nem változik, tehát alapvetően nem megyek bele olyan együttműködésbe, mivel nem érzem jól magam, vagy nem tudnám hitelesen képviselni ezt az adott dolgot. Hát azért viszonylag azt gondolom, hogy igényes dolgokat tudtunk megvalósítani, sőt, ahogy most így gondolkoztam, és pörgettem a fejemben, hogy milyen szponzorációk voltak, gyakorlatilag mindegyiknek volt valamiféle fajta társadalmi hasznossága szerintem. Tehát akár amikor a papír újrahasznosításáról volt szó, vagy akár amikor ugye a fiataloknak a média értéséről, ugye a Bűvös Völgy projekt, amiről az előbb beszéltünk. Mi az, amire mondjuk így a legszívesebben emlékszel vissza? Igazából az a jó, hogy a legtöbbre nagyon szívesen emlékszem vissza pontosan emiatt, mert valamilyen jó célt szolgált. Amúgy egy se jut az eszébe. Tehát az előző kérdés, és ott válaszol, hogy szerintem ezeket így másokra. A politikán gondolkoztam esetleg? Nem, de ott volt például a függőségek. Egyrészt volt dohányzás elleni kampány, uh-huh. Az elfüstölt esélyek, volt egyéb függőségek ellen kampány, az is baromi fontos. Volt fiataloknak pályaválasztási kampány, hogyan uh-huh. döntsék el, hogy mit akarnak az élettől, vagy milyen irányba szeretnének menni. Úgyhogy anti-bullying kampány is volt. Bullying kampány, uh-huh. volt menstruációs edukációt elősegítő kampány. Tehát, hogy ezek mind jó baromi jó témák. Pont egy e-mail kedvéért összeszedtem most nemrég, hogy milyen ilyen, azért tudom csak, milyen ilyen kampányaim voltak, és nézegettem, hogy
ez is tök jó, ez is értéket képvisel. Tehát én azt tudom mondani, hogy nekem a szponzorációk az nem ilyen szégyen volt, mint sok influencer, szerint így takargatja meg, meg letörli a régi posztokat, meg erről ne beszéljünk, hanem én büszkén tudom mondani, hogy igen, ebben is voltam, meg ebben is voltam, mert hát én úgy válogattam, hogy én azt később is fel tudjam vállalni ezeket. Nézettségek kapcsán a csatornádon azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon változó a megtekintés szám. Tehát, hogy ez hogyan érint téged egyébként, hogyha egy videód mondjuk szerinted, amiket említettél témák, mondjuk tényleg nagyon-nagyon hasznosak, nagyon szuperek, nagyon maiak, nagyon up-to-date-ek, de hogy így, ha mondjuk jön rá egy olyan megtekintés, amit te mondjuk kevésnek ítélsz meg, azt hogyan érint téged? Hát most mondhatnám, hogy az évek alatt már megtanultam ezt elengedni, meg kezelni, de ez hazugság lenne egyébként, tehát hogy ez nem így van. Max az ember jobban kezeli már ilyenkor, mint régen. Tehát most például pont van az, hogy az új sorozatom, ahol kimozdulós tartalmakat csinálok, ott nagyon kicsi a nézettség sajnos. És igen, erre gondoltam egyébként, ami barom jó, maga a sorozat. És ott a polgármester asszonnyal az király volt. Mert értékes témákat dolgozunk fel, nagyon sokat dolgoztunk rajta, vagy hogy egész napot volt, ahol 3 napot forgattunk, operatőrrel sok embert megszólaltattunk, és rengeteg érdekes infót beletettünk, és alig nézi meg valaki, és ez nyilván ilyenkor rosszul esik az embernek. Hát hogy ne este már rosszul, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk vele, és mi nagyon úgy érezzük, hogy fú, ez tök jó, és fú, de fog tetszni az embereknek, és alig nézik meg. Úgyhogy ez rosszul esik az embernek, de ilyenkor el kell gondolkodni, hogy mi lehet az a komponens, ami miatt esetlegesen kevesebben nézték meg. Lehet, hogy nem annyira érdekes a cím, vagy nem annyira érdekes az indexkép. Lehet, hogy túl hosszú a tartalom, mert ez egy tipikusan hosszabb tartalom. Egyébként nehezebben kattintanak rá az emberek, mert én magam is a rövidebb tartalmakra hamarabb rákattintok, mert kevés az időm úgy alapvetően. Vagy esetlegesen nem olyan témák, amik feltétlenül érdeklik a nézőket a csatornám, és lehet, hogy érdemesebb lenne kipróbálni más típusú tartalmakat ugyanilyen formában feldolgozva. Mert az látszik egyébként, hogy aki rákattint, annak tetszik. A kommentek nagyon jók, a lájkok nagyon jók, csak nehezen kattintanak rá. Tehát itt azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet úgy csomagolni ezeket a témákat, hogy az jobban érdekelje az embereket. De hát hogy mondjam, egy új formátumot soha nem könnyű szerintem bevezetni egy csatornára, mert hát évek alatt megszokták, hogy egy nagyjából 15 perces formátumú, én központú stúdió felvételes vágóképes videóim vannak. Egy ilyen új formátumot bevezetni nem könnyű, nincsenek hozzászokva az emberek, nem ezért jöttek, de szerintem idővel működhet, és még próbálkozom ezzel a vonalon, de nem könnyű az emberek... Folytatod? Abszolút folytatom, csak kipróbálok más témákat is, amik szerintem még érdekesebbek lehetnek, hogy még jobban passzolnak a csatorna tematikájába, de ez soha nem könnyű az embernek ezt a fejében helyre tenni, hogy kevesebb a nézettség. Jobban kezeli szerintem egy idő után. Tehát meg el tudja engedni azt egy idő után, hogy jó, most ezt nem nézték annyian, de nem fogok a kardomba dőlni, nem fogok 3 napig sírni az ágyban, nem fogom 10 percenként frissítgetni, hogy na úristen, mente fentebb, mert régen azért csináltam ilyet, meg mikor az ember kezdi, akkor csinál ilyet, hogy rá van fixálódva, és akkor meséli mindenkinek, hogy úristen, te mi van veled, miért vagy ilyen depis, teljesen ki vagyok, és úristen, nem érte el azt a megtekintést, azt, amit én akartam. De azért te is rádobsz egy clickbaitesebb videót, amikor egy kisebb megtekintési videód van, azért az látható. Szoktam ilyet egyébként. Azért igen, van benne azért tudatosság, van benne hogy egy tudatosság, kicsit próbálod igen, visszahozni. Hát mondjuk elég szoború is lenne, hogy ilyen 5 év közös munka után nem lenne ennyi tudatosság. Nem, csak arra gondolok, hogy ezt például használod, például azt, hogy nagyon klikbétesek a címek, hogy kell az, hogy ugye oda vonzza az embereket, és ez nem feltétlenül igen. Rossz a klikbét, tehát hogy valamilyen szinten oké, persze túlzás, de azért a tartalom megadja azt, amiért az ember oda kattint. Tehát nem tök igen. Másról kezdesz beszélni, vagy teljesen. Nem. Hát én úgy hívom ezt egy egészséges clickbait. Tehát ez igazából az egészséges clickbait az egy marketing. Igazából, hogy marketinged meg úgy a tartalmat, hogy az érdekelje az embereket. Tehát erre szoktam azt példaként mondani, hogy csináltam még az Anime Egyetem csatornámra egy olyan videót, ami arról szólt, hogy az animék hogyan body shamingelik a kisebb keblű lány karaktereket. És konkrétan kinevetik ezeket a karaktereket, megszégyenítik, poént csinálnak belőle. És erről csináltam egy videót, és először azt akartam címnek adni, hogy a body shaming negatív hatása az animékben a női nézőkre valami ilyes. És gondolkodtam, hogy ez senki ember fia nem fog rákattintani erre a videóra. Még az se, aki néz engem, senki, nulla nézettség. És akkor szerintem gondoltam, az animék jut el mindenki, és akkor, hogy mi van? Igen, és akkor gondoltam, hogy jó, legyen az a cím, hogy lányok, beszéljünk a cicikről.
És ebben van egy hát felszólítás, ez konkrét, egész konkrét, van egy lányok, egy ilyen felszólítás, ez a lányokat is érdekelni fogja, meg a fiúkat is. Nyilván a világon a legjobban a lányokat érdeklik a mellek, nem? De a lányokat azért, hogy miért akar a cicimről beszélni, a fiúkat meg, hogy na beszéljünk a cicikről. És akkor beszéljünk a cicikről, egy felkérés keringőre gyakorlatilag, és nagyon jól is működött, az egyik legnépszerűbb videó lett a csatornán. Tehát nagyon fontos a tálalás, nagyon fontos az, hogy hogyan adod ezt a nézőnek, és ez nem hazugság, ugyanarról szól a tartalom, mint abban az esetben, hogyha azt mondom, hogy a body shaming szerepe az animékben, és az erre gyakorolt, testre gyakorolt, önképre gyakorolt hatása. Igazi, tényleg szakdolgozat cím. Tehát ez a... Csak azt senki nem fog rákattintani. Szóval szerintem, hogyha az ember nem hazudik, és nem torzítja el a valóságot, vagy a videóban látható valóságot, hanem azt kapja a néző, csak figyelem felkettem, akkor szerintem nincs probléma. Én egy picit visszaeveznék magára a vállalkozási dolgaidra, és azzal kapcsolatosan. Itt nagyon megütötte a fülemet a könyv szó és a könyvírás. Mind dolgozol jelenleg, ami publikus, és megtudhatjuk, és egy kis sneak peeket adhatunk a hallgatóknak. Hát nézőknek. Igazából nem annyira publikus egyébként, ez csak úgy véletlenül elsuhintottam itt. Hát most már késő. Most már késő. Itt fog debütálni akkor a dolog, de még sehol nem mondtam, se Instagramon, se YouTube videóval, sehol semmi. Igazából mindig is szerettem volna könyvet írni, mert nagy könyv, olvasó, fogyasztó vagyok mind a tudományos részen, mind a nem tudományos szórakoztató irodalom részén. Imádom a fantasyt, imádom a skifit, de a történelmi regényeket is mindenfélét. És hát szerintem minden valaha olvasónak lehet egy nagy álma, vagy legalábbis sok embernek, hogyha egyszer a saját könyvét a kezében foghatná. És nekem is mindig is egy ilyen nagy álom volt, és most született meg bennem a gondolat, hogy írjak egy saját könyvet. És először ismeretterjesztő könyvet akartam írni, mert az áll közel hozzám, de aztán rájöttem, hogy most nem erre van motivációm, nem ez a tűzék bennem, hanem én sztorikat akarok alkotni, amik a fejemben amúgy is léteztek már valamennyire, és most novellákat írok, amiknek az az érdekesség vagy különlegesség, hogy olyan tudományos kérdések vannak a középpontjában, amik egyébként létezőek, és amik egyébként mondjuk a videóimban is megfordulnak, viszont egy teljesen más kontextusban dolgozom fel. Most mondok egy példát, a tudatos álmodásról beszéltem már többször a csatornán, és tudományosan feldolgoztam a témát. De most írok éppen egy novellát, ami arról szól, hogy egy fiatal srác elkezd kacérkodni a tudatos álmodással, és hát elég... érdekes dolgok történnek vele ez kapcsán. Tehát egyre mélyebbre merül a témában, és nagyon pozitív, nagyon negatív dolgok is történnek vele, és az egész témát egy baromi, legalábbis szerintem érdekes és izgalmas sztoriba ágyazom bele, és úgy mutatom meg, és egyben vannak tényleges olyan valid információk benne, mondjuk a tudatos álmodás technikák, amik tényleg létező dolgok be vannak építve, tehát valid információk, vagy az alvási paralízis bele vannak építve a novellába, de egy sztorit kapsz, és egy sztorin keresztül éled át az egész szémét, és nem csak így pár szóban elmesélem egy videóba, hogy igen, az alvási paralízis az milyen durva, hanem ott elolvasod, hogy éli át a karakter, ahogy jön az a démon. És így akarok feldolgozni egy csomó érdekes témát, ami egyébként is foglalkozott, hogy egy baromi izgalmas történetbe ágyazom bele. És ez most nagyon mozgatja a fantáziámat, nagyon élem, nagyon imádom, úgyhogy ez most nagyon, nagyon izgalmas. Ú, ez nagyon érdekes egyébként, és azért tök vicces, hogy beszéltünk ugye a két csatornádról, és valahol ez itt találkozik. Igen, nem? Egyébként. Tehát a történetmesélés, illetve a tudomány kommunikáció. Abszolút. Kicsit ilyen összefonódása, forródása a két dolognak, igen. Hogy aztán mi sül ki belőle, lehet, hogy ezt soha senki nem fogja olvasni, mert lehet, hogy kiderül, hogy pocsékul írok. Tehát, hogy fogalmam sincs, hogy tudok-e jól írni, mert elvégre nem érthetek mindenhez én se. De hogy mondjam, hagyományos szövegeket szerintem jól tudok írni. Tehát mondjuk marketing szövegeket, vagy posztokat, vagy videószövegeket szerintem most nem nagy képűségből, szerintem jól. Van a számok magukért beszélnek. Tehát van egy bizonyos kommunikációs érzékem, vagy stílusom, vagy tudásom, viszont ez teljesen más. Tehát egy irodalmi, egy szórakoztató szöveget megírni, egy sztorit, és párbeszédeket, és leírásokat, ez köze nincs a kettőnek, egy teljesen más műfaj. Amit ugyanúgy tanulni kell, arra jöttem rá, vettem több könyvet, és hogy elkezdtem olvasni, hogy hogyan írjunk, arra jöttem rá, hogy sekhülye vagyok az egészhez. Fogalmas sem volt, hogy kell írni, és egy teljes szakma. Ugyanúgy, ahogy mert az emberben kicsit az van benne, hogy akik írnak, vagy írók, azok, hogy jön egy ihlet, és ezt így megszálljuk az ikat, és így leírják. Kiírják magukból így együttő helyen, és megvan a sztori. Nem, ez olyan szakma, egyszerű mint, lenne, igen. Igen, mint mondjuk a gitározás, vagy a zongorázás, vagy az éneklés, azt tanulni kell.
és ezt meg kell tanulni, hogy hogyan kell fogni azokat az akkordokat, és utána már, ha tudod, akkor tudsz te magad saját zenét alkotni, de azt az meg kell tanulni, hogy hogyan kell azokat a hangokat kicsiholni az eszközből. Na itt ugyanez a helyzet. Szóval vannak ős tehetségek, őket gyűlöljük, ugye? Szóval akkor ezeken a borongos délutánokon megtalálunk téged az Andrássy úton az íróboltjába. Igen. Oda, ugye minden van a bírónak az első útja, ugye oda vezet, most már nem, nyilván online meg lehet rendelni a könyveket, de egyébként tényleg, tehát ezt tanulni kell. Könyvek, abszolút, tanfolyamok, mennyire szeretnéd azt, hogy ez mégis inkább naturálisan belőled jöjjön, vagy mennyire szeretnéd ezt kitanulni? Hát én most abszolút kitanulom, tehát én most könyvek meg online tanfolyamok segítségével én megtanulom az eszközöket, amivel ki tudom fejezni magamat, de hogy mondjam, ezek tényleg csak az eszközök, amit a kezedbe adnak. Az, hogy te aztán azt hogyan használod, az már tényleg ami belőled jön, ami a tehetség, vagy ami benned van. Tehát, hogy hiába tanítod meg valakinek, hogy kell párbeszédet írni, vagy hogy kell egy sztorit felépíteni, ha benne nincs meg az a sztori, akkor aztán az hiába, kész, abból nem lesz soha történet. Tehát, hogy egy része az mindig az lesz, ami benned van, mint író, és csak egy része az eszközök, amiket egy bizonyos szintig lehet tanulni. Utána már nem. Tervezed kiadni, valahogy publikálni? Ha jó lesz. Ha jók lesznek. Ki dönti el? Igen, ugye ezt akartam. Hát először el akarom olvastatni hozzám közel álló emberekkel majd, úgyhogy ha nyitottak vagytok rá, ti is szívesen olvashatjátok. Nyugodtan küldhet a majd, mert megmondjuk, hogy jóval vagy nem. Én nagyon örülnék neki, szerintem abszolút megtisztelő lenne, hogyha első köszönöm között olvashatnánk el. És azt mondják az emberek, hogy vagy legalábbis a legtöbben nyilván mindenkinek nem tetszett, mert lehetnek olyan műfaji dolgok is, hogy mit tudom én, írok egy horror pornó novellát, te meg azt a műfajt épp nem szereted, akkor neked az nem fog tetszeni. Jó lesz az, jó lesz. De hogyha a legtöbb ember azt mondja, hogy figyelj, ez tök jó és tetszik, beszélek ugyan hivatásos emberekkel is, egy szerkesztővel, aki ránéz, és azt mondja, hogy ez használható, ez működőképes lehet, akkor lehet, hogy kiadom őket. De lehet, hogy ez egy fiók projekt lesz, és soha senki nem fogja olvasni, mert azt fogja mindenki mondani, hogy Atisom, ez nagyon gyenge. Egyébként ennyire durva témák, mint amiket most említettél? Nem, ez vicceltem horrorpornóval kapcsolatban. Ja, értem. Az egy másik regény, az is készül, csak egy picit lassabb. Reménykedtem, hogy egy kicsit ilyen kitörsz a saját fejedből ezekkel a gondolatokkal, amikkel eddig... Innen már jobban kitörni azért, tehát elég széles skálán. Mire gondolsz kitörés alatt? Nem csak ugye, mint kommunikációs szakember, azért nagyon-nagyon fiatal korodtól kezdve nagyon-nagyon komoly témákkal foglalkoztál, és nem tudom, hogy megvolt-e neked az a fiatalos időszakod, amikor csak tini voltál, csak fiatal voltál, csak bulisztál, csak ezt csináltál, azt csináltál. Tehát ez a kiélés, vagy lehet, hogy ez egyfajta most írod ki magadból ezeket a nagyon vad történeteket, de akkor ezek szerintem nem is annyira vad történetek. Hát ki mit tekint vadnak, de hogy mondjam, én abszolút megéltem a fiatalságomat, tehát lehet, hogy amiatt, mert ilyen tudományos beállítottságú emberek és tudományos tartalmakat készítek, hogy úgy képzelnek az emberek, hogy a kis 12 éves Attis otthon ült szemüvegbe, és akkor olvasgatta a kis könyvét. Ez is volt egyébként, mert olvasgattam a kis könyvet, de mellette meg voltak a nagyon durva beívások, amikor három napig feküdtünk, hánytunk, bulisztunk, csajoztunk, tehát hogy nekem egy nagyon túltolt fiatalkorom volt, és erről néha szoktam beszélni, hogy ott sokszor mi elveszítettük a mértéket, és voltak olyan ivások, amik miatt majdnem nem vagyok itt. Tehát, hogy nekem nagyon durva bulis fiatal éveim voltak, aztán egyetem alatt meg már egy konszolidáltabb, már ott már tudtam a mértéket, típusú bulizások volt, tehát ott is végig bulisztuk, amellett, hogy végig tanultam, végig bulisztam is az egyetemi éveket, úgyhogy abszolút megéltem sok mindent, de nem feltétlenül ezekből táplálkoznak a sztorik, tehát a tudatos álmodásban ilyen formában nem sok mindent lehet ezekből beépíteni, inkább így a fantáziáimból táplálkoznak. Azért ezt valamilyen szempontból jó hallani, mármint arra gondolok, hogy a fiataloknak, hogyha bármilyen tanácsot adsz, akkor nyilván ez is egy tapasztalati tőke, ami hitelesebbé tesz. Abszolút, és én amikor az alkohollal kapcsolatban is csináltam a addikciók elleni videót, ott is picit beszéltem erről, hogy én azért is tudok abszolút hiteles lenni, mert én ezeket megéltem. Én megéltem azt, hogy milyen fiatalon
elvetni a súlykot, mert azt hiszük, hogy, hogy mindent bírunk, azt hiszük, hogy mi mekkora királyok, meg vagányok vagyunk, meg persze felvágni a csajok előtt, hogy lehúzom a 3 deci jégert húzóra, mert látjátok, én már milyen vagány vagyok, én iszok, és ezt tényleg megcsináltam többször is egymás után. Tehát, hogy ezek voltak, ezek létező dolgok, és hogy sokszor csak a szerencsém múlt, hogy éppen összeszedtek télen, mert részegen feküdtem kinn a hóba, és halálra fagytam volna egyébként, és a barátaim összeszedtek. Tehát, hogy ezeket én megéltem, és pontosan tudom, hogy mennyire el lehet vetni a súlykot, mennyire felelőtlenek a fiatalok, és egy pici tudatosság lett volna benne, egy pici segítő kéz mondta volna nekem azt, hogy Attilám, lehet inni, mert fiatal vagy, mert felesleges tiltani, mert annál jobban csinálják. Lehet, csak egy kis tudatosságot, egy kis mértéket vigyél bele, és tudd, hogy hol a határ, és tanuld meg saját magadat fokozatosan, vagy így, akkor egészen más lett volna. És ezt próbálom a fiataloknak megtanítani, hogy tudatosságot az élet különféle területén. Hát akkor nem véletlenül a csatorna neve a Tanulom Magam, azt gondolom. És ez nem leiszom magam. Leiszom. De hogy így milyen jó körbeértünk igazából. Az a tiéd lesz majd. Az egész történetben. Játsszunk akkor egy kicsit? Játsszunk még egy kicsit. Jó. Attikám, az a helyzet, hogy a ezeknek az adásoknak a végén azt szoktuk csinálni a kedves vendégekkel, hogy egy ilyen verbális rorságtesztet csinálunk, aminek nagyon egyszerű a menete. Én mondok egy szót, és neked rá kell vágni azt, ami először az eszedbe jut. És mivel én azt gondolom, hogy téged talán érdekelhet egy ilyen játék jobban, mint a többi vendéget, ezért azt várnám el tőled, hogy te ne csalj, tehát ne gondolkodjál, ne egy sztorit mondjál el, hanem tényleg egy szót. Aztán utána, ha nagyon érdekes dolgokat mondasz, akkor majd kitérünk rá, de hogy jó, nagyon rosszul az ilyen játékokban egyébként azért, igen? Mert szeretek mindent komplexen megvizsgálni, és több szempontból megvitatni, és ha felvetnek egy problémát, akkor én 3-4 szempontból megvilágítom, és akkor elmagyarázom, hogy van egy fogalom, de ezt hogy érted, milyen szempontból, milyen fogalom? Nem, kimondod a szót, és azonnal rá kell vágni. Kimondod a szót, és majd utána otthon hazamész, ezt elgondolkozol rajta, hogy majd Tamikával megbeszélitek, hogy mégis ezt mondtad. Egy memót nekünk, igen, de most ezt gyorsan is. Jó, megpróbálom, ami először eszembe jut, vágjam rá. Mondom, első szó, Atis. Tanulom magam. Ez a nevet is annyira hiányzok, ha hiányzik a mai nap. Hú, de elkúsztam, hogy nagyon sokszor tudtam mondani, hogy tanulom magam, Atis vagyok, meg leírom, hogy elmondom, meg is. Már magyarázod, már magyarázod. YouTube csatornáddal azonosítod magad. Hát végül is igen. Igen, nem magyarázok. Nem magyarázok semmit. Oké, ez 10 óra terápia. Önbizalom. Nem, de most így pörgött az anyja, hogy pi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 p
Önbecsülés. Oké, okay, király. Tanítás. Szeretet. Példakép. Nincs. Nincs példaképem. Nincs példaképem. Igen, ez gyakran felmerült, hogy van-e példaképem, és ki a példaképem. És ezt mindig elmondom, hogy ez kind of szomorú, de nincs példaképem sajnos. Egyébként ezt föltettem már több vendégünknek is, egyébként majd nézd meg mondjuk az Osváth Zsolt is adást, ő egyébként egy fiktív karaktert említett, ami szerintem rendkívül izgalmas, nekem nem jutna eszembe feltétlenül, de hogy senki nem gondolta arra, hogy ő mint példakép. Ilyen neked mondjuk már volt, hogy valaki azt mondta, hogy Attis, te vagy a példaképem? Nagyon hülyeség, menjünk tovább. De te volt ilyen? Nagyon sokan írták már ezt, igen, hogy te vagy a példaképen. Ennek szoktam örülni egyébként, viszont hát nyilván ők csak abból tudnak táplálkozni, amit látnak belőlem. És annak a online képet tudják esetleg példaképnek mondani. Tehát ezt mindig ilyenkor helyre teszem magamban, mert nyilván ugyanúgy én is ember vagyok, ugyanis a hétköznapokban is egy csomó hibát követek el, csomó hülyeségem van, vannak rossz tulajdonságaim, van egy csomó dolog, amit én magam is dolgozok, hogy jobbá váljak, tehát hogy nyilván azért nem gondolnám, hogy én akkora példakép vagyok, esetleg, hogy mondjam, az online munkásságom az esetleg példaérték. De miért nem, mindenki ezt mondja, tehát minden vendégünk eddig nagyjából ezt mondta, de miért nem lehetne valaki példakép a hibáival együtt, tehát... Hogy azért, mert hogy azt tudatosan nem is mutatod meg, és ezért azt gondolod, hogy ha tudnák, akkor nem lennél a példaképük?
Nem, én szoktam ezekről beszélni egyébként, amikor egy adott témában kontextusa van a dolognak. Tehát, hogy mondjam, beszéltem az érzelmi intelligenciáról egy videóban, ott is elmondtam, hogy vannak olyan területei az érzelmi intelligenciának, ami mondjuk nekem nehezebb, vagy problémát okoz, míg másoknak könnyebb. Például a párom őtök könnyen vissza tud billenni egy negatív érzelemből, egy semleges és pozitív állapot nagyon könnyen megy neki, így vissza tud billenni, nekem nagyon nehéz. És ezt nekem sokáig tanulni kellett, hogy hogyan tudom egy nagyon negatív érzés, mint egy erőteljes szomorúság visszahozni. Például, és ezt nekem sokáig tanulni kellett, most már sokkal jobban megy, viszont egy csomó dolog kapcsán vannak ilyen hiányosságaim, vagy amit az alkohol kapcsán mondtam a fiatalkoromból, én mindig el szoktam mondani ezeket a emberi hibákat önmagamról, hogy azt lássák a nézők azt, hogy én nem vagyok egy tökéletes ember, meg senki nem tökéletes ember, egy olyan ember vagyok, aki ezeket tudatosítja, ezeket a hiányosságokat, és dolgozik rajta, hogy esetleg sem fejlesz ezeket. És szerintem mindenki erre kéne törekedni. Igen, hogy a példakép az miért mindig a tökéletesség jut eszünkbe? Tehát, hogy a példaképnek tökéletesnek kell lennie? Akkor nem lenne példakép, mert senki nem tökéletes. Igen, talán azért sokszor fiktív karakterek inkább példaképek, mert azokat meg lehet úgy írni, hogy ők sokkal inkább tökéletesek és hibátlanok legyenek. Náluk ugyanez van, tehát a fiktív karaktereknek is csak egy lenyomatát látjuk, tehát nem ismerjük az egész életútjukat. Most... Vallásos emberek pedig ugye azt mondják, hogy embert nem választasz példaképként magadnak, hanem csak Isten, vagy csak Jézus, vagy nem tudom, vagy ez nem tudom, hogy a keresztény hívőkön túl mondjuk más vallás hívő is így tartják-e, de mondjuk tőlük mindig ezt a választ hallom, hogyha ez szóba kerül. Ez olyan érdekes téma, ez most felírom, hogy csinálok egy YouTube videót róla. Ez most tetszik kidolgozni, miért? Ki a példakép? Miért? Hogyan? Inkább azt tudom mondani, hogy vannak olyan személyek, vannak fiktívek, meg valós személyek, és akiknek karakterisztikáit úgymond példaértékűek számomra, és azokat így behúzom magamnak, hogy na ilyen szeretnék lenni, vagy ez egy tök jó dolog, és ebben egy fiktív karakterek, akár anime karakterek is vannak, akikre azt tudom mondani, hogy példaértékű az ő karaktere például, hogy ilyenek vannak. Na, akkor ez egy jó videós téma, szívesen. Köszönöm szépen az inspirációt. Következő szónk a boldogság. Gyere haza, később. Hagyjuk már neki ezt a bullshit gombot, az itt van valahol. De mit akartál lecsapni az előbb a kezeddel? Ilyen vágópistásan azt a fehér félgömböt, ja, értem, tudod? Én arra, hogy így készítem, hogy lecsapom a választ, így nagyon gyorsan, hogy rácsapok, ja. így próbálom hozni. Boldogság! Olyan egyszerű szó, az mégis úgy lefagysz tőle, nem? Milyen érdekes. A boldogság az egy iszonyatosan komplex dolog, és annyi mindent szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy mennyire boldogsághajszulóak vagyunk, hogy mennyire egy boldogság központú a média is, meg az önfejlesztés is, hogy már pedig boldognak kell lenned, és hogy annyira nem tudjuk, hogy mi a boldogság, annyira tárgyi javakhoz kötjük a boldogságot. Számomra mi a boldogság? Nem tudom, amikor, ez egy nehéz kérdés. Mikor vagy boldog? Mikor voltál? Mikor gondoltad azt legutóbb, hogy hú, most tök boldog vagyok? Igen, igen, amikor tudatosult neked, mikor hogy ó, gondoltál erre? Hú, most tök jól vagyok. Ilyen értékes, értelmes emberekkel beszélgetetek tök jó témákról. Nekem ez boldogság. Nagyon sok minden megtalál a boldogságot. Köszönjük. Tehát, hogy én egy jó ételfogyasztásában, egy jó könyv olvasásában, egy jó beszélgetésben, elmegyek sétálni, és látok egy gyönyörű őszi fát, hogy ragyognak a sárga levelei, nekem az boldogság. Tehát én szeretem meglátni így az életben az ilyen olyan apró boldogságokat, amiket az ember hajlamos elsiklani felette, vagy mondjuk ez kicsit egy ilyen magán vagy intimebb dolog, de valamelyik este párommal sorozatoztunk, és ugye párom feküdt itt mellettem így rajtam, hogy néztük a sorozatot. A mellkasodon. Hát kicsit így félig a mellkasodon. A párod megírt egy könyv, hogy milyen jó. Igen, nem szeret itt feküdni, mert túl izmos és kemény. És ja, hogy akkor ezért volt a könyv, hogy milyen jó a mellkasodon. Bocsánat. De párom itt feküdt az oldalamon, és a cicán Kivike meg itt rajtam. És akkor egy pillanatra így nem figyeltem oda a sorozatot, mert arra gondoltam, hogy hát ez a boldogság. Oh. Ennél többet hova akarna az ember? És így átéltem a pillanatot, hogy ez fantasztikus. Megmondom, neked ugyanilyen jeleneteket szoktam átélni, csak én kettő macskával csinálom. Tehát a párom és két macska. Ja, na az már az még jobb. Next level boldogság. Beszerzek még egy macskát. Nagyon helyes, Kivikének legyen spanya. Kicsit ilyen szakmai irányokba a YouTube. Önmegvalósítás. Szép. TikTok. Borzalom. Tényleg? Nem, abszolút. Hát nagyon hosszú beszélgetés lenne. Hát nagyon röviden?
Nagyon röviden, azért nem szimpatikus számomra a TikTok, egyrészt mert nagyon alacsony lett a tartalomgyártásnak a belépési küszöbe, tehát mind technikai, mind tartalmi szinten, tehát még mondjuk YouTube-on is ahhoz, hogy te fel tudj tölteni egy tartalmat, kellettek bizonyos skillek, addig itt, hogy tényleg már csak a telefonod kell, nem kell vágni, semmit nem csinál, nagyon rövidek a tartalmak, nagyon könnyedek, így a minőség és a színvonal is nagyon alacsony lett szerintem, másrészt pedig nagyon nem tetszik a totális átszexualizáltsága a felületnek. Tehát, hogy a rengeteg tini lány meg tini srác csinál végtelen számú kihívást, ami arról szól, hogy boom boom challenge, és most láttam, YouTube shortba toktak, de TikTokról hozták, de boom boom challenge, hogy megy ez a boom boom zene, nem tudom, láttátok? És akkor egy ilyen öltöny, vagy nem tudom, amilyen ruhában vannak a lányok, és akkor jön a refrén, hogy bum bum, és akkor átváltoznak úgy, hogy nincs rajtuk sem eltartó, se semmi, csak egy lenge ruha, amiből így félig látszódik a mellük. Uh-huh. És ehhez hasonló még 40 másik borzasztó ilyen tartalom, és mindig szokta... Természetesen nem nézek, nem fogyasztok ilyen tartalom. El van mentve az összes. Úgy értem, hogy... Nyilván szoktak azzal érvelni, hogy jaj, de milyen kreatív dolgok is vannak a TikTokon, és milyen kreatív tartalmak vannak. Igen, vannak, csak a problémám nekem az, hogy a 95% az egyszerű, bugyuta, túlszexualizált gagyi tartalom, és 5% az, ami igazán kreatív, mint tartalmilag, mint technikailag, és ezek az arányok, ezek nem tetszenek. Mi egyre több ilyet látunk, bocsánat, és hogy vannak értékadó tartalmak, tehát ugyanúgy ott is megjelennek akár a, nem tudom, tudományos témákkal, önismerettel, pszichológiával, számodra is egyébként talán értékes vagy érdekes témákkal foglalkozó tartalomgyártók. Nem hiszel abban, hogy lesz itt egy olyan szelekció, hogy mondjuk a bugyutaság már nem üti meg az emberek inger küszöbét, hanem a TikTokon is mondjuk azok fognak érvényesülni, akik valami izgalmas dolgot csinálnak? Hát ebben nem látok bele, de szerintem nem. Szerintem nem egyszerűen a platform felépítéséből adódóan. Azáltal, hogy ennyire rövidek a tartalmak, és ennyire könnyen elkészíthetőek, szerintem mindig annak az átlagembernek lesz az eszköze, aki egyébként nem ért semmihez igazán nagyon mélyen, hanem csak egyszerűen szeretne tartalmat csinálni, és egyszerűen szeretné, ha mások figyelnék őt. Úgyhogy, azért azt hozzátenném, hogy a YouTube hajnalán milyen videókat néztünk. Cicás, kutyás. Mi volt az első YouTube videó? Egy állatkert. Hogy igen. Mi volt az elefántokat, vagy miket kamerázott a csávó, vagy azokat töltötte fel? Tehát, hogy mi volt, mire használtuk a YouTube-ot, küldözgetük egymásnak a cicás videókat, meg a kutyás videókat, meg a nem tudom. Tehát, hogy elesős azért videókat. Lehet, hogy én nem vitatkozni szeretnék, mármint, hogy de hogy egyetértek valamilyen szinten veled, viszont lehet, hogy van benne lehetőség, lehet, hogy van benne potenciál, hogy még ez fordul, vagy az arányok jobban eltolódnak. Egyébként ebbe a 95-ben se lennék biztos. Hát ez az algoritmus, ugye, kinek hogy válogat. Kinek hogy válogat, igen. Neked csak a bum-bum kihívás. De hogy esetleg abban gondolkodtál, hogy mondjuk ezt a százalékos arányt egy kicsit mondjuk más irányba tolni, akár azzal, hogy te mondjuk megjelensz, és olyan tartalmakat töltesz fel, mert ugye most már egyre hosszabb tartalmakat lehet a platformra feltölteni, hogy gondolkodtál-e ebbe, hogy megjelensz, és kicsit javítasz ezen? Ez egy állandó dilemmám, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mondjam, egyrészt úgy állok hozzá, hogy nem szeretnék egy ilyen platformon szerepelni, ahol ennyi számomra igénytelen és nem tetsző és minőségtelen tartalom van. Ugyanakkor meg kicsit azt hiszem, hogy pontosan azért kellene szerepelnem ezen a platformon, hogy kicsit nem bekezeltségből fényt hozzak a sötétségbe, hogy legyenek jó példák ezen a platformon, hogy így is lehet csinálni. Mert ha valaki nem tesz fel értelmes tartalmat, tudom, hogy vannak, én is láttam, hogy pszichológus lánynak a videóit tök királyak, tehát hogy, de ha akik megtehetik, hogy csinálnak ilyen tartalmakat, nem teszik oda fel, akkor hogy várjuk, hogy bárki lásson jó példát, és egyre több ilyen tartalom legyen. Tehát így pont, van. Hogy nekünk kellene előjárni. De ez egy állandó dilemma bennem, és így harcolok, hogy most menjek erre a platformra, vagy ne menjek, és hogy nem tudom, nehéz erről még. Nem mondom, hogy meggyőzhetetlen vagyok, de meg részben picit azért a YouTube munkásságom is erről szól, hogy rengeteg nagyon könnyed tartalom van, rengeteg bugyuta videó van, és én mégis kitartóan gyártam azokat a tartalmakat, amiket én képviselek, mert hiszek benne, hogy kell fontos képviselni ezt az irányt a YouTube-on, hogy legyen ilyen tartalom is, és hál' Istennek vannak azért ilyen irányú új bővülések is, fiatal csatornák, akik tök értelmes tartalmakat csinálnak, szóval lehet, hogy a TikTokba is át fogok menni ilyen formán, egy ilyen
ötlettel. Szerintem mindenképpen. Tehát szerintem, amikor ezt a második gondolatot elmondtad, hogy ugye mi ez a kettő, ami viasodik benned, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy a második a helyes út. Hogy csinálj jó tartalmakat és inspirálj másokat azon a platformon is. Csak most már kicsit attól félek, hogy azt fogják mondani, hogy meghazudtolom magamat, tehát évek óta szidom a TikTokot, hogy Mihály Ratyi, erre elmegyek oda és elkezdek tartalmakat gyártani. De szerintem ez a normatívám. Tehát ezen a két percen múlik, hogyha ezt így mögé tudod tenni, és nyilván a követőidnek ezt elmondva, mindenki érteni fogja, hogy mi a megfontolás. Tehát, hogy ezért szerintem abszolút nem lenne egy ilyen saját magaddal szemben egy ilyen karaktergyilkosság. Mind a lehetőség ott van. Élsz vele, idő majd eldönti úgyis. Esetleg egy bum-bum challenge-et megcsinálom. Vagy egy más típusú tartalomirány itt igazából. Kemény melkasoddal. Igen, szerelem pázsit ki fog villani erőteljesen. Azt majd a kigyúrom magam sorozat után. Ja, után. Meg a leiszom magam. Szigurom utána. Oké. Insta? Személyesség. Tehát ott inkább a személyesebb tartalmakat preferálod? Igen. Magaddal. Hát nekem sokkal inkább egy ilyen személyes fotóalbumol, kicsit nem a tudományos attist láthatják, hanem a magán személy attist. Natura attist. Civilben. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen izgalmas válaszokat adtál erre a játékos kérdésre, illetve azt gondolom, hogy a beszélgetés többi része is eléggé tartalmasra sikeredett, úgyhogy hálásan köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és elnézést a játékban nyújtott teljesítményemért, és szégyellek kicsit magam, de ez nekem nem működik. De nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és hogy mondjam, én szívesen beszélgetnék még ezekről a kérdésekről, mert hogy annyi sok érdekes téma felmerült egyébként, amit még így ki lehetne bogozni, hogy ez egy tök érdekes, izgalmas beszélgetés. Azt majd a saját csatornádon, vagy a saját podcasten. Majd visszahívlak titeket a saját podcasten. Jó, oké, rendben. Köszönjük a meghívást. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott ebben az adásban. Hát azt szeretnénk, hogy mit szoktak mondani ilyenkor, kérlek segíts nekem, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, ugye abszolút. YouTube-on, a streaming platformokon kövessetek be minket kommentek. A streaming platformokon, olyat mert az jót tesz az algoritmusnak, ezt olvastam. Igen. Adjatok öt csillagot. Most olyan vagyunk, mint a boltsofőrök, tudod, igen. Hogy ez egy 2-4-es csillagot kap, és már nem vezethet többet. Légy szíves, adjatok 5 csillagot. És hát legközelebb is tartsatok velünk, és híres sztár vendégeinkkel. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!